16 év után adott otthont újra Nyíregyháza a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének. Az ország 23 ilyen városának polgármesterei között csütörtökön a Modern Városok programról és az uniós támogatásokról is szó esett. A szövetség elnöke azt emelte ki, hogy több mint 1000 milliárd forint fejlesztési forrással rendelkeznek, amelyet úgy szeretnének felhasználni, hogy mindenki jobban élhessen az adott településen. Higgyék el, nekem nem költünk el úgy egy forintot sem ebből a pénzből, ha amikor azt a kérdést tesszük fel önmagunknak, hogy ettől most jobb lesz-e a nyíregyháziaknak, amit megcsináltunk, és erre csak egyértelmű válasz van, ha meg tudjuk mondani azt, hogy igen és miben, ha nem, akkor kidobtuk ezt a pénzt. Na, ennek az igen válasznak a példája a Nyíregyháza és a megyei városok is. A közgyűlésen a miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett, aki a Modern Városok program kapcsán arról beszélt, hogy ennek végrehajtása folyamatban van. A cél az, hogy 2020-ban a meglévő szerződéses kötelezettséget teljesíteni tudják. Ekkor át kell tekinteni a programot, meg kell nézni, hol milyen forrás lehívásra került sor, hogyan haladjanak tovább, min kell változtatni. Emellett az is fontos, hogy megtalálják azokat az együttműködési pontokat, ahol a források a következő 7 évben is jól hasznosíthatóak lehetnek. Hozzátette, 2020 más szempontból is fontos év lesz. A jövő évben jó esélyünk van arra, hogy az Európai Unió következő 7 éves költségvetését is megismerjük. Ez vélhetően az utolsó olyan 7 éves időszak lesz 2021 és 2028 között, amikor az ország még a kohéziós támogatásokból, az Európai Uniós támogatásokból jelentős mértékben profitálni fog. Hogyha az ország fejlődése hasonló marad, akkor egész egyszerűen az ország fejlettségi szintje miatt 2028-ban már más lesz a helyzet. Ez pedig már a Megyei Jogú Városok Ligetének átadása, amelyre péntek délelőtt került sor Sóstó Gyógyfürdő központi parkjában. Ennek részeként minden ilyen település egy-egy kocsányos tölgyet kapott, melyeket polgármestereik ültettek el. A fák felülről nézve Magyarország térképét rajzolják ki. A Liget ötlete a Megyei Jogú Városok tavalyi nyíregyházi sporttalálkozóján fogalmazódott meg. Akkor jött az ötlet, hogy itt először az országban legyen egy Megyei Jogú Városok ligete, aminek szimbolikus üzenete is van. Egyrészt a környezetvédelmi elkötelezettség, de másrészt az összetartozás, az összefogást is szimbolizálja, és a helyszín pedig mindenkinek nagyon megtetszett. Azonnal Szita elnök úrral kijöttem ide, és megmutattam a helyszínt és az elképzelést, azonnal pozitívan állt hozzá mindenki, és ez most így meg is valósult. Kovács Ferenc hozzátette, szeretnék, ha a polgármesterek legalább évente egyszer visszatérnének városuk fájához és megöntöznék azt, de ha ők nem is tudnak eljönni, küldjenek turistákat maguk helyett. A Megyei Jogú Városokban él egyébként majdnem minden ötödik, közel 2 millió magyar állampolgár.